A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Keresztelő János. Ilyen egyszerűen nincs. Cipelem ezt a nagyrakás nőzsét, erre jön egy római katona, hogy vigyek neki vizet ellenkező irányba egy fél órás úton. Aztán meg... Erzsébet, figyelsz te rám, mondd? Ó, már értem. Megint gyerekről ábrándozol, igaz? Vajon hogy éltünk volna, ha felnevelhetünk egy gyereket? Egy kisfiút. Ó, édes Erzsébet! Az Úr ismeri ezt a nagy bánatodat. Tudom. Nézd azt a kisfiút. Igen, a gyerekek csodálatosak, mint csupa meglepetés. Zakariás! Gyere, Zakariás! Isten téged választott. Engem választott a halálra, ugye? Gyerekek, ki nem állhatom őket. Az előjárók várnak a templomnál. Nézd csak meg, hogy reszketek. Ó, szegény szívem. Itthon kell maradnom egész nap. Nem lehet, Zakariás. Neked kell bemutatnod az illatáldozatot a templomban. Ó, nekem? Erzsébet, add a kabátomat. Na és a szegény szíved? Ó, nem, köszönöm. A kabát elég lesz. Hallgasd meg Izrael könyörgését, Urunk! Szabadítsd meg és segítsd törvényed megtartásában. És Uram, kérlek, enyhítsd a feleségem bánatát. Mosolyog, de megtört szívű asszony. Ja, igen. Ha máskor is dolgoznom kell a templomban, azt nagy megtiszteltetésnek venni. Oh! Ne félj, Zakariás! Én Gábriel arkangyal vagyok. Az imád meghallgatásra talált. Igen? És melyik? Feleséged Erzsébet fiút szül neked. Úgy fogod nevezni, hogy János. A feleségem? Fiút szül? Az lehetetlen? Istennél semmi sem lehetetlen, Zakariás. A fiad nagy lesz majd az Úr előtt, mert ő készíti fel a földet a megváltó eljövetelére. De biztos, hogy a jóslat nem egy másik Zakariásnak szól? Mert a feleségemmel előre haladtunk a korban. Nem lehet már fiunk. Zakariás, mivel nem hittél a szavaimnak, nem leszel képes sem beszédre, sem hallásra. Igazán előjöhetne már Zakariás. Igen, már vagy egy órája bent van. Lassan utána kellene menni. Igazad van, hiszen rossz a szíve. Mi tarthat ilyen sokáig? Ne aggódj, Erzsébet. Most már biztosan mindjárt jön. Nézzétek, mintha meg... Zakariás! Mondd már, mi történt? Mondj valamit, Zakariás! Hallasz minket? Mondd! Biztos a templomban történt valami. Zakariás! Mi történt? Szólalj meg! Beszélj hozzám, Zakariás! Mi bajod van? Tessék! Erzsébet, az unokahúgod vagyok, Mária.
Jól vagy, Erzsébet? Megmozdult a gyermekem. Jó erősen. Ahogy megtudtam, egyből indultam hozzád. Hogy tudtad meg? Hozzám is eljött egy angyal. Nekem is fiam lesz. Úgy fogják hívni, Jézus, az Isten fia. Ó, eljött hát végre a messiás. Ó, Mária, most már tudom, hogy miért ujjongott fel a méhemben a gyermekem. Csoda történt! Erős kisfiú! Micsoda karja van! Hasonlít az Jaser bácsikádra. Szó sincs róla! Pont olyan, mint az édesapja. Egy pöttöm kis Zakariás. Ó, Zakariás! Zakariás! Nagyon szép név! Ó, igaz! Zakariás! Tökéletes név lesz a kis öregnek. A neve az, hogy János. De Erzsébet, a családunkban nincs is János. Az nem számít. Úgy hívják, hogy János. Ne tréfálj! Zakariás! Zakariás! Tudod, hogy nem hallja, Ser. Beszélni sem tud, hogy válaszoljon. Szamárság! Majd tisztázzuk a dolgot. Mondd, mi a neve a fiúnak? Mi a gyerek neve? Mi lesz a fiad neve? János! Na hát! Áldott legyen az Úr, Izrael istene. De is beszélek! Most prófétálok az Úr nevében. Téged, fiú, az Úr prófétájának fognak hívni. Eljön a nap, amikor a pusztában prédikálsz, és előkészíted a népet, Krisztus, a messiás, Isten fia eljövetelére. Üdv nektek! Vajon Jézusról akartok hallani? Igen. De ha nem jó ez az időpont... Nagyon is jó. Ebéd. Biztos, hogy elegendő. A folyó tele van hallal. Hát, gyertek, kérlek. Fontos, hogy felkészüljünk Jézus csodás tanítására. Készen vagyunk az ellenség szeretetére? Gondolunk a szegényre, mielőtt magunkra gondolnánk? De ő több lesz egy nagyszerű tanítónál. Ő, ami megváltónk lesz. Értitek? Atyáink régóta beszélnek a messiás eljöveteléről. És most itt van. A Krisztus eljött hozzánk. Mondd csak, holnap is itt találunk. Én itt lakom. Tessék! Nem, csak tartsd nem, meg. Nem, azt nem szabad. Nekem van másik, nem kell kettő. Hűvös esténk lesz. Ilyen embert én még nem láttam. Holnap találkozunk. Gyer, készítsd elő az Úr útját. Gyer, készítsd elő
az idő, hogy készüljünk, Urunk jöttére. Gyer, készítsd elő az Úr útját, gyer, hirdesd dicső érkezését. Hangod zengje majd, a nevét magasztald, országát így készítsd elő. Szerest fele barátod, a proféta int, együtt hordozd vele bánatát. Szánd a szegényt, és bocsásd meg a bűnt. Várd csendesen, s Krisztus eljön. Gyer, készítsd elő az Úr útját, gyer, add át az ő öröm hírét. Társad segítve támaszkodj a hitre, országát így készítsd elő. Harminc éve már, hogy lábra kapott a hír, hogy a Messiás megszületett Betlehemben. Édesapád, nagy Heródes, katonákat küldött Betlehembe, és megöletett minden fiú csecsemőt. Térj a lényegre, Kajafás! Tartóztasd le Keresztelő János, mielőtt ellened hangolja az egész népedet! Milyen indokkal tartóztassam le, amiért rosszul öltözik? Isten káromlásért! Hadd prédikáljon! Miért ne kiáltozhatná egy eszelős, hogy térjetek meg a pusztaság közepén? Jánostól nem kell tartanom. Senkitől nem kell. Heródes! A nejem! Hamar, hamar, tűnj, tűnj, hess! Heródes, innen jött az a kuncogás! Kuncogás? Igen. Kajafás szórakoztatta maga csacsi történeteivel, Keresztelő Jónás. János! János, igen. Keresztelő János! Nem tudod, ki az a Keresztelő János? Azt állítja, hogy proféta, és hogy eljön majd egy új király. Egy új király? Szerintem el kéne fogadni, Heródes viszont futni hagyná. Te mit gondolsz, drága Heródiás? Te futni hagynád? Hát mi vagy te? Király vagy nyúl? Parancsold meg, hogy fogják el! Lehet, hogy te könnyen lemondasz a trónról, de én soha! Ne állj és társd a szádat, Kajafás! Mi a terved? Papokat fogok küldeni hozzá, kémeket. Könnyen elérik, hogy ostobaságot mondjon, és akkor letartóztathatod. Helyes! Indulj! El kéne venni a fegyvert ettől a nőtől. Hát igen, ez hamar fog menni.
Nagyon remélem. Azért nevetséges, hogy ilyen tanult emberekkel akarnak lejáratni egy ostoba fickót a pusztában. Minek néznél, mondd? Talán az igazság szerény kutatójának. Jól beszél. Nagy proféta. Azt mondja, nála is nagyobb jön. De nekem meggyőződésem, hogy János maga a messiás. Jánosnál nagyobb emberrel még nem találkoztam. Itt van, itt jön János! Azt híreztelitek, hogy én vagyok a Krisztus. Kérlek, értsétek meg, nem vagyok az. Egész életemben várom, hogy megláthassam Izrael megmentőjét. Elnézést, hogy közbeszólok, de te nem hétköznapi ember vagy, ahogy beszélsz, az igazán nagyszerű. Biztosan te vagy, Illés. Vagy esetleg te vagy az a nagy proféta, akit várunk. Valóban, proféta vagyok. Azt mondom, amivel az Úr megbízott. Mondj csak, vajon a proféta nagyobb a királynál? A proféta Istenért beszél. A király a királyságért. Most már összezavartál. Kit kéne követnünk? Téged? Vagy Herodest? Tudom, kik vagytok. Képmutató hazugok. Mind a ketten. Érdekel, mit gondolok a királyotokról? Megmondom. Gonoszságban él és uralkodik. Elvette a bátyja feleségét. Ezért a bűnért Isten előtt kell felelnie. Ebből baj lesz. Én kimondani az igazságot. Öröm volt beszélgetni veled. Sajnos nem valószínű, hogy még fogunk találkozni. János, ezt miért mondtad? Micsodát? Azt, hogy Heródes bűnös. Mert ez az igazság. János, ezek ketten már úton is vannak Heródeshez. Letartóztatnak, hogy rosszabbat ne mondjak. Nem foghatnak le. Legalábbis egyelőre. Ő még nem jött el. Hallottál egy János nevű prédikátorról? Igen, hallottam. A Jordán partján kerest. Innen egy napi járás. Arra. Köszönöm. Na, miket mondott az az őrült proféta? Halljam! Azt mondta, nem kellett volna nőül venned Heródiást. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Azt mondta, hogy törvényszegő vagy, hogy Heródiással gonoszságban éltek. Mit mondott? Nem azt tetted, amit mondtam neked, ugye, Heródes? Talán nem mondtam elég érthetően. Most megpróbálom. Kelj fel és küldd el érte a katonáidat! De édesem, gondoljuk végig. Sok száz követője van, nagyon népszerűtlenek leszünk. Az nem érdekel, súlyosan megsértett. De hát engem is tudod jól, csak engem nem zavar, téged se zavarjon. Heródes! Vagy elfogatod keresztelő Jánost, és kivégezteted, vagy én veszem kézbe az események irányítását. János, hallgass rám! Ma nem prédikálhatsz. De András, ők mind Krisztusról szeretnének hallani. Valaki ártani akar neked, elfogatna. A tömegben akárki elrejtőzhet. Azt hiszem, a mai prédikációt onnan mondom el. János! Hallgass már meg, János! Zavarban vagyok, amiért ilyen sokan jöttetek el. Nem az enyém az érdem a nagy létszámért, mert tudom, hogy mi hozott ide titeket. Krisztus lelke, ami összehoz bennünket. Együtt reménykedünk, hogy meglátjuk, és... János, mi történt? Mi történt? Katonákat látsz? Itt vannak a katonák?
íme az Isten báránya. Mester! Békesség neked. Hát itt vagy. Persze, én tudtam, hogy jönni fogsz, de eljöttél. Eljöttem. Gyere, és keresztelj meg. Hogy én téged? Nem vagyok rá méltó. Te keresztelj meg engem. Meg kell keresztelned, János. Illő, hogy mindent megtegyünk, ami megvan írva. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mindent jól tettél, János. Istennek jó és hű szolgája vagy. Gyere gyorsan! Siessünk! Szedjük össze a holmidat! Nem. De te csak menjél. Én nem megyek. Nem jössz velünk? Miért? Bevégeztem a munkát. De indulj! De... János... Nekem... Vele kell mennem. Tudom jól. Így van rendjén. Menj hát. Még találkozunk. Mikor? Indulj! Valóban ő az. Ugye, János? Igen, ő az. Ég áldjon, János. Nem sokkal később Jánost elfogták és megölték Heródes király parancsára. De szerető és önzetlen példaadása sosem merült feledésbe. Jézus azt mondta róla, az asszonyok fiai között nincs nagyobb próféta keresztelő Jánosnál. Rendezte Richard Rich. Forgatókönyv Brian Nissen. Zeneszerző Lex de Azevedo. Magyar hangok. Hannos Zoltán, Bókai Mária, Versényi László, Madai Gábor, Kárpáti Tibor, Böröndi Tamás, Széles Tamás. A dalokat előadta Magyar Bálint. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János. Hangmérnök Erdélyi Imre. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Kablai Luca. Szinkronrendező Csörögi István. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.